Megkezdődtek a nyári betakarítási munkálatok, ezért a településekbe és kivezető útjain a szántóföldekről becsatlakozó földutakon várhatóan jelentősen megnövekszik a tehergépkocsik, valamint a mezőgazdasági munkákban résztvevő járművek forgalma. Ezen járművek vagy szerelvények nagy méretéből és alacsony sebességéből adódóan több helyen számíthatnak arra, hogy feltorlódik a forgalom, ezáltal megnövekszik a baleset veszélyes szituációk kialakulásának lehetőségei is. A Jászhegy-Kun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság felhívja a mezőgazdasági munkában résztvevők figyelmét, hogy tudatosan tartsák be a KRESZ szabályokat. Ezen belül kiemeltem. A vezető, mielőtt a járművel a telephelyről elindul, köteles a kormányberendezést, fékeket, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni. Az elindulás előtti kontroll terjedjen ki a pótkocsira, illetve a további vontatmányokra is. A mezőgazdasági munkagéppel csak is engedélyezett utakon közlekedhetnek. A betakarítási munkálatokban résztvevő gépjárművek vezetőinek kötelessége betartani a közlekedési szabályokat, a túlméretes járművekkel a vonatkozó biztonsági rendszabályok betartása is kötelező. Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a rakomány rögzítésére, letakarására és a közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére is. Kiemelten fontos kihajtás előtt a jármű megtisztítása a sártól. Ha mégis szennyeződés kerül a közútra, gondoskodni kell az azonnali letakarításáról. A legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról, illetve közútra történő kanyarodást különös figyelemmel és körültekintéssel kell végrehajtani. Fontos hangsúlyozni ebben az esetben is az ittas járművezetés tilalmát. A közlekedési balesetek megelőzése érdekében felhívjuk a figyelmet, hogy ez nem csak a munka idejére, hanem a hazaútra is vonatkozik, akár kerékpárral, motorkerékpárral vagy személygépkocsival is térnek haza. A nagy terhet szállító, nagyméretű járművek lassabban közlekednek. Fontos, ha a lassan haladó mezőgazdasági járművet közelítenek meg, előzésnél és kikerülésnél tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Az előrelátó vezetéssel megelőzhetőek a közlekedési balesetek.